Megint halál. Ez jó labda. És így még veszélyes lehet. Bizony jó, középen ketten is. Óriási véd Mitring. Gól! Horváth József. Hát ez gyorsan ment. Második perc a mérkőzésen. Szerintem nem vették komolyan az zalaegerszegi akciót a hazaiak. És vezet az zalaegerszeg. Horváth József első NB1-es gólja. Saját nevelésű játékos. Íme a jelenet. Beadja Fújsz. Már ez óriási helyzet. Itt még ment Mitring. És érkezik Horváth. Kilövi a sarkot. 1-0 tehát. Illetődötten. Most az ellenkezőjét mutathatják be! Gól! Freisinger! 5. perc, 2-0-ra vezet a zalaegerszeg. Egészen hihetetlen kezdés. Épp most kezdtem el azt a mondatot, hogy most az ellenkezőjét mutathatják be. Hát azért ennyire nem gondoltam. Egy nagyon nagy hiba. És Freisinger a kifutó Mitringen átemeli, Zimmermann már nem éri el. László Csaba valósággal felkínálja a lehetőséget. Freisinger már az első gól előtt is gólt szerezhetett volna, most eredményes. A fehérvári lelkületű nézőket. Tóth Mihály. Horváth Ferenc. Még jó. Zoltán. Német. Még jó! És kivédte! Tóth József kivédte Horváth lövését. Ez bizony nagyon nagy lehet. Épp sem tudott folytatni. Semmiképp. Korai csere tehát. Varga Róbert állt be 15-össel. Négy ember is ott van. Ez nagy variáció! Ismét szépen védett Tóth, már a második olyan helyzet, amikor góltól mentette meg a csapatot. Na. Horváth Ferenc, Tóth! Zimmermann jól emeli be, és Horváth is szépen csinálja tulajdonképpen. Tóth viszont a helyén van. Kicsit sokat várt vele Szabó Kettő Zsolt, minden esetre kap egy szabad rúgást. Németh Zoltán a képen, és egy emelés, kapufa! Ügyes dolog volt. Dubec, Mitring kint állt. Meglephette volna ez a szabad rúgás. Dubec. Ez ügyes, így nincs les. Dubec gól helyzetben. Gól. Nagyon szépen játszotta ki a parmalat az zalaegerszeg les taktikáját. A kényszerítő Dubec és Bekő. Íme Dubec, Bekő. Szó sincs lesről, hiszen visszafelé jönnek. Nem avatkoztak játékba a társak. Dubec pedig külsővel elcsavarja. Remek gól. 25 perc telt el, 2-1-re vezet a zalaegerszeg, szépített a parmalat. Jenei Imre, egy gólhelyzet lett volna, Tóth Norbert talán még így. Kétségtelen, hogy ha elsőre jól veszi át, akkor begyalogolhatott volna vele a kapuba. Így fölé szállt a lövés. Itt teljesen tiszta helyzetben, így viszont még fordulnia kell. És fölé. Szabó Kettő Zsoltnak, ez is szép! Újabb gólhelyzet! Fújsz! 3-1! Nagyon szépen csinálták az zalaiak. A kontra megint, amit Madár Gábor annyiszor emlegetett, ezúttal megint bejött. Szabó 2, nincs les, Fújsz, 3 zalai ott van, Fújsz pedig elviszi Mitring mellett és begurítja. Már Szabó 1 szépen csinálta, aztán Szabó 2 indítása a lassításon,
és Fuisz. Mintha a 100. NB1-es meccsét játszaná. Középen Dubet zárkózik fel, és egyből teszi, jaj de szép! Gólhelyzet! Tóth Norbert hagyta ki. Gyönyörű székesfehérvári akció, a Cimer van középre tolta, Dubec egyből állítás nélkül még tovább, íme ez az indítás. Tóth Norbert sem állítgatja, hát az irányzékkal baj volt. De a Darhának, hogy hova menjen, végül is német, Tóth! Igen jól megtűzte német. És Tóth! Megint Bekő, kitűnő indítása. Ó, Dubec. Dubec nagyon sokat jön előre. Jó a beadás, de szép volt! Horváth Ferenc csücsül a földön, és csap a földre. Nagyon szépen csinálta, de Dubec beadása is kitűnő. Egy szép mozdulat. Méterrel mellett. Bekő mellett ügyes csellel. Indul. Nagy labda, Farga. Még ez is szép. Gyönyörű gól. Fantasztikusan szép gól. Preisinger második találata. Második félidő, 11. perc. Varga gyönyörűen íveli, és Preisinger megcsúsztatja, Mitring pedig csak eldobja magát. Ott már esélyesen volt. Bekő. Horváth. Tóth Mihály. Horváth Ferenc. Zimmermann, gól. A 6. gól a mérkőzésen, hamar szépít a Parmalat. Zimmermann Tamás, tehát a gólszerző. Most egy picit bizonytalan volt az zalaegerszegi védelem, Horváth Ferenc helyzetben. Tóth még oda repül, és jön Zimmermann. Keményen, egyből be a háló közepébe. Amikor idejöttem, egy nyugodt Madár Gábor ült ott, most egy kicsit idegesebb. Hát nyilvánvalóan ragyogóan játszunk a második fél időben, és biztonságosan védekezünk a kontráink veszélyét. Horváth Ferenc. Gólhelyzet, gól! Tóth Norbert! Micsoda találkozó ez megint! Szombaton egy kitűnő meccset láthattak, a Vasas utemérkőzést, és ma megint egy ilyen találkozó. Horváth Ferenc, egy ügyes átlépés, és Tóth Norbert annyi kihagyott helyzet után most belövi. A névrokon Tóth József csak hozzáérni tudott. Horváth két ember közül kanalazza ki, nagyon jól gurítja középre, Tóth Mihály átlépése is szép, és Tóth Norbert. Ó! Horváth Ferenc! Már volt egy ilyen ollózási kísérlet az első félidőben, ami mellé ment. Hát ez egészen káprázatos megoldás volt. Tóth Mihály. Dubec. Horváth Ferenc. Szenzációs indítás. Dubec. Tóth Mihály! Gól! Horváth! Horváth Ferenc! Akinek annyi helyzete volt, egy csodálatos ollózása. És most Jele Imre, 4-4, Tóth Mihály fejese, Tóth, amit itt véd, az nem akármi, és Horváth az ötösről belövi. A két Tóth nagy jelenete után ez a félés káprázatos egyébként, tehát Horváth Ferenc ott van. Horváth Ferenc érne oda, lerántás. Meg is rohanják, Juhos. Beszéd miatt szabadrúgás. Érdekes lesz, ha megnézzük. Horváth Ferenc térdre rogy. Tóth Mihály adja be. Horváth. Na nézzük.
Tessék nézni a nadrágját. Hopp! Ott volt. Ott volt a nadrágrántás, kérem szépen. Pát Ferenc. Tóth Mihály. Átlép rajta az ellenfél. Szépen csinálták ezt is. Horváth Ferenc mozog el, és egyből beteszi Kovács mellől, Tóth fejelte.